Szeretném kifejezni örömömet, és azt, hogy mekkora megtiszteltetés számomra, hogy Dunaszerdahelye vendégeként szólhatok önökhöz, a város híres szülöttének, a magyar magánjog kiemelkedő személyisége születésének 150. évfordulóján. Először is szeretnék köszönetet mondani a polgármester úrnak azért, és Dunaszerdahely városának azért, hogy lehetővé tették, hogy ezzel a tisztelettel tudjunk itt a jövőben jogászok határon innen és túl adózni a magyar magánjog atyának. És elsősorban szeretném elismerésemet kifejezni az alkotónak, Lebó Ferenc művész úrnak, hogy a városhoz és az ünnepelt szülötthöz méltó szobrot állított ide nekünk. Az igazságügyi minisztérium nevében mondhatom, hogy nagyon nagy öröm volt számunkra, amikor Sándor István közel egy évvel ezelőtt megkeresett minket ezzel az ötlettel, ezzel a céllal, mint a Szladics Emlékbizottság elnöke, hogy egész alakos szobrot szeretnének állítani itt Dunaszerdahelyen, és kérték támogatásunkat. Nem is volt kérdés, gondolkodás nélkül kapcsolatba léptünk az Emlékbizottsággal, illetve az önkormányzattal, és egy nagyon gördülékeny együttműködést tudhatunk magunk mögött. Köszönjük, hogy ennek a munkának mi is a részesei lehettünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha meg akarjuk fejteni, hogy ki is volt Szladics Károly, több megközelítés is kínálkozik. Az egyik lehetne az is, Mikszáth Kálmán szavait kölcsönözve, hogy minek kiírni a keresztnevet. Ő ezt Csemegi Károlyról, a büntetőjog magyar atyáról mondta, hogy Csemegi, minek kiírni a keresztnevet. Úgy is tudjuk, hogy mi következik a vezetéknév után. Én úgy gondolom, hogy Mikszáth Kálmán szavait itt kölcsönözve méltán mondhatom ezt Szladics Károlyról is. Hiszen minden jogász nemzedék tudja, kiről van szó. A nagy Szladics, mindannyian emlegettük, jogász generációk 10 évvel, 20 évvel ezelőtt is, és ezután is emlegetni fogják. A száraz, hivatalos válasz személyisége megfejtéséhez talán úgy kezdődik, hogy minden idők egyik legnagyobb, nemzetközi hírű magyar magánjogásza, professzor, kodifikátor, folyóiratszerkesztő, sőt nemzetközi döntő bíróságok tagja. A német Stolleis-féle 2000 év jogtudósait bemutató, alapműnek számító lexikonban 10 magyar jogász szerepel. Az egyikük Verbőci István, Deák Ferenc, Szemere Bertalan, Grosmit Béni mellett maga Szladics Károly. Ám a lexikonnál is többet mond róla, az a tiszteletteljes szeretet, amelyel pályatársai és tanítványai életében és még jóval halála után is nevét illették. Jelentőségét nálam avatottabbak fogják majd méltatni a megnyitót követő konferencián, közülük többen szellemi forrásukat Szladicsik, sőt rajta keresztül Grosmit Béniig vezetik vissza, valahogy úgy, ahogyan a magyar zongora művészek legjobbjai Bartókon és Dohnányin át Liszt Ferencig vezetik vissza ezt a forrást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nehéz egy ekkora életművet egy rövid köszöntőben méltatni, ezért engedjék meg, hogy én csak néhány vonatkozást, néhány tanulságot, néhány emlékképet emeljek ki, amely túlmutat a tudományos és szakmai kereteken. Világi Miklós mondta Szladics ravatalánál 1956-ban. Jogász volt és tanár, tudós és igaz ember. Egyike volt azoknak, akiknek a jog egyet jelentett az emberek szolgálatával. A jogban elsősorban nem a kardot látta, hanem a mérleget, amely bonyolult emberi problémák megoldásában megmutatja az igazságot. Egész munkásságának alapvető eszméje volt, hogy a jog jövője a humánum felé halad. Tudósként nagyot és nagyszerűt alkotott. Szladics intellektuális alázata az általa rajongásig tisztelt mesterével, Grosmit Bénivel kapcsolatban is megmutatkozott, nem akart epigonja lenni, hanem tovább akarta adni, és tovább akarta fejleszteni az ő eredményeit. Asztalos László, néhai jogász professzor találó megfogalmazása szerint ő fordította le Grosmit Bénit magyarról magyarra. Valóban, Szladics meg volt áldva nem csupán a szabatos, hanem a gyönyörű, irodalmi színvonalú fogalmazás képességével több európai nyelven is. Mondják, hogy Stendhal, mielőtt íráshoz ült volna, gyakran elolvasott néhány oldalt a Kód Napóleonból, hogy prózája szabatos,
és tömör legyen. Fordítva is igaz, nekünk, jogászoknak, hasznunkra válik a szép irodalom olvasása, közérthetőség, kellő emelkedettség, pontosság és mélység. Ezek nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő követelmények. Szladics Károly is jól tudta ezt. Mint ismeretes, a polgári jog vagy magánjog kodifikációjára a 20. századig Magyarországon nem kerülhetett sor. Az ítélkezés alapja többnyire a magyar szokásjog volt, leszámítva egy 1853-61-ig tartó időszakot, amelyben az osztrák általános polgári törvénykönyv volt nálunk is hatályban. De a polgári átalakulás, a fellendülő gazdasági élet szükségesítette a korszerű magyar kodifikációt. Szladics már 1896-ban tagja lett az igazságügyi minisztériumban a polgári törvénykönyv előkészítésére szervezett állandó bizottságnak. 1922-től 28-ig pedig a munka tudományos irányítója is volt. Kodifikátori arszpoetikáját így fogalmazta meg. Kódexünknek nem lehet nemesebb feladata, mint hogy oly keretet szabjon bírói gyakorlatunknak, amely szabályozza ugyan, de nem akadályozza az abban lüktető élet friss érverését. A magájogi törvénytervezet soha nem lépett hatályba. Mégis döntő hatást gyakorolt a bírói joggyakorlatra, és az 1959-ben elfogadott első magyar polgári törvénykönyvnek a tartalmára is. Ekként történelmi paradoxon, hogy az első magyar magájogi kodifikáció egy magántulajdon tagadó rendszerben valósulhatott meg. Hasonlóan maradandó hatású az Opus Magnum, a Nagy Szladics, az általa szerkesztett és részben írt hatkötetes magyar magánjog kézikönyv, a magyar magánjog intézményeit rendszerbe foglaló vázlat, a magyar bírói gyakorlatról szóló átfogó magánjogi összeállítás, és még hosszasan sorolhatnám máig ható műveit. Ha egy nehezebb ügyben ma egy ügyvéd vagy egy bíró elakad, akkor ötletet, inspirációt, ihletet keresve még ma is leveszi a polcról ezen kötetek valamelyikét. Szladics mindemellett útkereső is volt. Hosszú élete során a magyar történelem több sorsfordulóját is átélte, amelyekre kortársai egymástól szélsőségesen eltérő válaszokat adtak. Szladics Károly a klasszikus magánjog tulajdont és családot védő és előtérbe helyező gondolatvilágát tartotta sajátjának, de korántsem volt maradi. Haladó volt a konzervatívok, és konzervatív a haladók közt. A 19. századból hozta magával a jog demokratizálásának, azaz a jog előtti egyenlőség kiteljesítésének az eszméjét. A 20. század elején pedig a jog szocializációjának vált hívévé, anélkül, hogy szocialista, még kevésbé, hogy forradalmár lett volna. 18. decemberében így vallott erről. A magántulajdonon épülő jogrendünk sötét árnyakat vett, de csak azért, mert belőle árad egyúttal a társadalmi életet megtermékenyítő napsugár. Ami nem tudunk belenyugodni abba, hogy ezeknek az árnyaknak ilyen sötéteknek kell lenniük. A jogrend napjának egyre magasabbra kell emelkednie, arra a delelőre, ahonnan lehetőleg egyenletesen árasztja szét fényét, s a lehető legkisebb árnyakat veti. De nekünk, jogászoknak aggódva kell ügyelnünk, hogy az alkotás a lehető legkevesebb rombolással járjon, s az új épület lehetőleg készen álljon, mire a régit lerombolja. Szladics élete vége felé a jogtudósok közül elsőként részesült Kossuth-díjban, elismerve ezzel művének korszakokon átívelő voltát. Nem véletlen, hogy a jogászok ma is szívesen idézik Szladics gondolatát, miszerint a jog nem csak ész, a paragrafusok, hanem a szív dolga is. A mindennapi munkában, a küzdelmekben nem árt erre mindannyiunknak emlékezni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ezennel tisztelettel felkérem dr. Varga Judit miniszterasszonyt, dr. Hályos Zoltán polgármester urat, hogy közösen leplezzék le dr. Szladics Károly néhai jogász egyetemi tanárszobrát.